Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava a Balaton. Először ezen az 1507-ben készült térképen jelent meg. A szokatlan forma a pontatlan térképészeti ismereteknek köszönhető. Az itt látható 1832-ben felépült első nyaralót a korabeli lakók még kélylaknak titulálták, és a kor szigorú erkölcse a fürdőruhadivatnak is határt szabott. Ma már a 600 négyzetkilométer területű Balaton igen népszerű a magyar és a külföldi turisták körében is. Balaton aliga a magyar tenger kapuja, 90 kilométerre Budapesttől, az első megálló a Balatonnál. Az autópályától alig egy kilométerre, a klub aliga bejáratánál, pici erdővel övezett úton haladva olyan, mintha egy különálló kis világba csöppennénk. Az üdülő, 50 hektáros gyönyörű ősfás parkjában, 4 épületben, 113 szobával várja vendégeit. Területén 10 focipályányi, fás parkos strand mellett garantált a felhőtlen fürdőzés. A klubaliga története az 50-es években kezdődött, amikor a párt számára a falut bekerítették, a területeket kisajátították. Az akkoriban épült villák még ma is állnak, de mára inkább csak turista látványosságnak számítanak. A terület egy részén az aliga egyben csak a kiváltságos pártvezetők kaphattak beutalót, és az aliga 2 kiemelten zárt terület volt. Itt látható Kádár János villája, amihez a Balaton egyetlen pici horgász szigete is tartozik, külön a kommunista pártvezér részére kialakítva. Ez az épület a rendszerváltás előtt államfői rezidencia volt, ahol 1972-ben Fidel Castro Kuba híres forradalmára, 1961-ben pedig a világűr első látogatója Jurij Gagarin nyaralt. A klubaliga egy különlegessége a múltnak, ahol minden lépésünket retro feeling veszi körül. Kivételes adottságai miatt a Balaton egyik legszebb üdülőhelye. Olyan komplexum, ahol van vitorlás kikötő, több kategóriájú szálloda, strand, rendezvénysátor, kalandpark kicsiknek és nagyoknak, arborétum jellegű őspark, kápolna és minden, ami egy igazi nyaraláshoz kell. A hotel aliga büfé során van minden, mi szemszájnak ingere. A hölgyeknek itt a fogyókúra miatt sem kell lagodniuk, mert a lángososnál még diétás lángos is kapható. Vessünk egy pillantást a retro bárra, ahol szó szerint minden berendezési tárgy hamisítatlan retro. A bárpult, a csillárok, a bútorok, de még a falon lógó képek is évtizedekre repítenek vissza a múltba. A retro bár a pénteki és szombati bulik mellett havonta további exkluzív partikkal várja a szórakozni vágyó fiatalokat. A rendszeres bulik mellett természetesen aktív pihenésre is van lehetőség. A hotel aligában a nyaralni vágyók több lehetőség közül is választhatnak. 2-3-4 ágyas szobák állnak a vendégek rendelkezésére, saját fürdőszobával és terasszal. Aki kedveli a retro stílust, garantáltan jól fogja érezni magát ebben a hangulatos apartmanban. Tágas helységei miatt kitűnő választás, baráti társaságok vagy gyermekes családok részére, akár egész nyárra is. A költségkímélő megoldások kedvelőinek is van itt hely. Fiatalság, bolondság és szűkös pénztárca? Ez sem akadály. A hotel aliga diákszállója egész nyáron várja vendégeit. Záróképeknek lássuk, hogyan nyaraltak nagyanyáink a Balatonnál. A 60-as, 70-es években nem a tengerparti luxus nyaralás volt a sík. Ugye milyen jó egy kicsit nosztalgiázni? Nem kell mindjárt a repülőtérre szaladni, ha egy vidám nyaralás a cél. Hiszen itt a mi magyar tengerünk a Balaton, ahol épp oly jól érezhetjük magunkat, mint nagyapáink annak idején. Legyen vendége idén nyáron ön is a klubaligának.